Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Farkas Aténa vagyok. Ma május 26-a Fülöp és Evelin névnapja van. 33 éve az Európai Gazdasági Közösség hivatalos zászlaja lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó, amelyet a később megalakuló Európai Unió is elfogadott. Most érkezzenek a mai nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Ma választásokat tartanak Európa szerte. Az uniós tagállamokban szavaznak az Európai Parlament képviselőire, így Magyarországon is. Szabadkán és Belgrádban is leadhatóak a szavazatok és a levélszavazatok is. Aszfaltozzák a Szabadkát elkerülő Y-ág utolsó szakaszát. Elkezdődött a Roland Garros Párizsban. Ma választásokat tartanak Európa szerte. Az uniós tagállamokban szavaznak az Európai Parlament képviselőire. Magyarországon reggel 6 órakor nyíltak a szavazóhelyek, és este 7 óráig tartanak nyitva, tehát még másfél óráig. Választójoga van, mintegy 7,9 millió Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárnak. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok 92 ország 132 magyar külképviseletén adhatják le voksaikat. A külképviseleteken 20 000 választópolgárt várnak. A legfrissebb részvételi adatokat budapesti tudósítónktól, Mészáros Györgytől hallhatjuk, hozzákapcsolunk most a magyar fővárosba. Szervusz György, mi a helyzet a részvételi adatokkal Budapestről? Szervusz, köszöntöm a nézőket! A Nemzeti Választási Iroda egyelőre még mindig nem tette közzé a 17 órai legfrissebb adatokat, így a 15 órai adatokkal tudunk szolgálni. Akkor 30,5%-os volt országos szinten a részvételi arány, de ez már akkor magasabb volt, mint az 5 évvel ezelőtti. Egyébként a legtöbben a fővárosban járultak az urnák elé, 37%, azaz csak nem 500 000 ember szavazott. Becslések szerint a magyarországi, a fővárosi sajtó is azt írja, hogy az előzetes becslések alapján jósolt 32%-os részvételi arány messze menően megdőlhet, és elérhet is, sőt meg is haladhatja akár a 40%-ot is. Ez azt jelenti, hogy egy-egy mandátum sorsáról ebben az esetben 160-170 ezer szavazat dönthet. Magyarország egyébként 21 európai parlamenti képviselőt választ a mai nap folyamán. Az már borítékolható, hogy a legtöbben a Fidesz-KDNP soraiból kerülnek majd ki. Az előzetes prognózisok szerint, amit a Nézőpont intézet bocsátott nyilvánosságra, legalább 13 európai parlamenti képviselője lesz a Fidesz-KDNP-nek, de extrém esetben akár 15-en is bekerülhetnek az Európai Parlamentbe. Esélyes még, és mindenképpen bejut majd a becslések szerint az MSZP Párbeszéd, a Jobbik, valamint a Demokratikus Koalíció, még a bejutási küszöbön van a Momentum és az LMP nagyjából 5%-on. Viszont a magas részvételi arány, ami hogyha meghaladja 40%-ot, az mindenképpen, úgymond, ahogy a fővárosi sajtó írja, kirúghatja a Momentumot és az LMP-t, és ebben az esetben ugye a Fidesz-KDNP-nek lehet majd nagyjából akár 15 képviselője is a leendő Európai Parlamentben. Egyébként nagyobb incidensek nélkül, tehát gyakorlatilag a legnagyobb rendben zajlik a voksolás Magyarországon az európai parlamenti választásokon. Köszönjük szépen, későbbi híradásainkban is számítunk rád. Először mi vajdasági magyarok is szavazhatunk az EP választáson. Regisztrációt követően tehát szavazhat az a 115 ezer nagykorú magyar állampolgár is, akiknek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában nincs lakcímük. Közülük közel 54 ezeren már leadták szavazatukat. Azt vagy postán juttatták vissza a Nemzeti Választási Irodához, vagy a külképviseleteken adták le. Vajdaságban egyébként több mint 70 ezeren jelezték, hogy élni kívánnak szavazati jogukkal a magyarországi európai parlamenti választáson. Reggel Szabadkán is megnyitotta az első szavazó Magyarország szabadkai főkonzulátusán a szavazóhelyiséget. A levélszavazatokat eközben folyamatosan fogadják, illetve azok, akik még nem vették át a levélcsomagot, felvehetik a mai nap folyamán és leadhatják 19 óráig. Eddig járulhatnak az urnákhoz azok is, akik átjelentkeztek Magyarország szabadkai főkonzulátusára az EP választás napjára.
A szabadkai főkonzulátuson az első szavazó 6 óra 14 perckor nyitotta meg pontosan a szavazó helyiséget, ezt megelőzően persze már érkeztek levélszavazatok is. Egy hölgy pont ma reggel 6 órakor érkezett a szabadkai magyar főkonzulátus épületébe, ő azonban csak levélszavazáshoz szükséges csomagot vette át, hogy később azt majd kitöltve és lezárva hozza vissza az épületbe. Csak a győződjön meg róla, hogy üresen találta az urnát. Ezt követően egy ellenőrző lapot meg fogunk kérnünk, hogy írjon alá. Most mi üres? Bedobjuk az ellenőrző lapot. Göncz Imre Budapestről jelentkezett át Szabadkára, ahol egyébként életvitelszerűen tartózkodik. Első szavazóként az volt a feladata, hogy a még üres urnát ellenőrizze, majd az erről készült jegyzőkönyvet és igazoló szelvényt aláírásával hitelesítse, majd elsőként dobhatta be a szavazólapot tartalmazó borítékot az urnába. Furcsa, gondoltam már össze valaki. Hanyadjára vesz részt? Nyilván ugye Európa parlamenti választáson először, de így a Magyarország. Már nem először az Európa is. Én már 20 éve állampolgár vagyok. Ezt követően folyamatosan érkeztek az átjelentkezéssel szavazók, illetve a levélben szavazók is. Összesen 585 fő regisztrált Szabadkára a külképviseleti névjegyzékbe. Annak érdekében, hogy folyamatos és zökkenőmentes legyen a szavazás, három munkaasztalt alakítottunk ki, és öt szavazófülkében élhetnek a szavazójogukkal a választópolgárok. A levélben szavazó vajdasági magyar állampolgárok a mai nap folyamán is felvehetik a levélcsomagot, illetve le is adhatják azt a szabadkai magyar főkonzulátuson és a belgrádi magyar nagykövetségen este 19 óráig. Érkezzenek most a legfrissebb adatok a szabadkai főkonzulátusról, a helyszínen van Lobuda Árpád kollégám. Szia, milyenek a legutóbbi adatok, mekkora a részvételi arány Szabadkán? Szervusz, Aténnek köszöntöm a híradó nézőit. Néhány perccel ezelőtt kaptam a legfrissebb adatokat, miszerint az 585 szavazó polgár, mintegy 80%-a már leszavazott itt a Magyarország szabadkai főkonzulátusán. Az elvárások szerint meg fogja haladni akár a 90%-ot is. Természetesen ez a szám azokra vonatkozik, akik állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek és átjelentkeztek ide. Egyébként Belgrádban is leadhatják a szavazataikat. El kell mondanom még azt, hogy azok a vajdasági magyar állampolgárok, akik levélszavazatban szeretnék leadni voksukat, még mindig eljöhetnek ide Szabadkára, illetve Belgrádba is, átvehetik a levélcsomagot és kitöltés után leadhatják szavazatukat, vagy ha már ezt otthon megtették, kitöltötték az adategyeztető ívet és bekeretezték az általuk választott pártot, illetve pártszövetséget, akkor még este 7 óráig el tudják hozni és át tudják adni a levélszavazatukat. A választási bizottság elnöke elmondta, hogy reggel 6 órakor nyitott a választókör, incidens nem történt a nap folyamán, és este 7 óráig várják a polgárokat. Árpád, köszönjük szépen, és rád is számítunk a további híradásainkban. A nap folyamán, mint ahogy hallottuk, több százan járultak az urnákhoz Magyarország szabadkai főkonzulátusán. Most nézzük, milyen hangulatban telt a szavazás napközben. A szavazóhelyiség megnyitása után szinte egymás kezébe adták a kilincset a választók. Miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyem a szavazáson? Azért, mert ez a probléma minket is érint, és nem mindegy, hogy kik döntenek ebben a kérdésben, ebben a nagy problémában, ami előtt áll, illetve amiben benne vagyunk. Ezért is szavazunk, ezért igyekszünk úgy, hogy olyan képviselők kerüljenek be az Európai Parlamentbe, akik hát igen, a hazát és a nemzetet képviselik, egybe az Európai Unió és jövőit is. Én csak támogatni tudom Magyarországot. Én Magyarország véget vagyok itt. Miért érezte fontosnak, hogy ma eljöjjön erre a szavazásra? Hát, mert kötelességem. Magyar vagyok. És sokat kaptam a magyar államtól. 585 átjelentkezett szavazó adhatja le a szabadkai főkonzulátus ügyfélszolgálatán kialakított szavazóhelyiségben voksát, és a levélszavazatokat is felvehetik, illetve leadhatják este 7 óráig.
A 21 magyar EP képviselőre 9 párt, illetve pártszövetség listájáról voksolhatunk. Az egyes számmal az MSZP párbeszéd áll a listán, a kettes a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Hármas számmal indul a Jobbik Magyarországért mozgalom, a négyes számú a Fidesz-KDNP, ezen a listán van a vajdasági Deli Andor is. Az ötös a Momentum mozgalom, ezt követi hatodiknak a Demokratikus Koalíció, a hetes a Mi Hazánk mozgalom, nyolcas a Munkáspárt, a kilencedik pedig az LMP. Mandátumot az a párt kaphat, amelyik átlépi az 5%-os küszöböt. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. Az EP ma 18 órától hozza nyilvánosságra a már elkészült exit pollokat, 20 órától pedig a mandátum eloszlásra vonatkozó első becsléseket. Az első ideiglenes összeurópai eredményt várhatóan 23 óra 15 perckor teszik közzé. Az sem a nem hivatalos előzetes eredményeket este 11 órakor hozhatja nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Választási Iroda is a www.választás.hu oldalon. Orbán Viktor magyar miniszterelnök felesége Lévai Anikó társaságában szavazott ma Budapesten. Rövid sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy az európai parlamenti választáson a bevándorlást ellenző politikai vezetők jutnak jóval nagyobb szerephez a következő 5 évben. Magyarország köztársasági elnöke Áder János és felesége Herceg Anita is leadta a szavazatát. Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc két gyerekükkel együtt szavazott. Kiemelték, hogy a kimutatások szerint leginkább a DK-nak van esélye arra, hogy egy helyet elvegyen a Fidesztől. Vágó Gábor, a Lehet más a politika EP lista vezetője párjával szavazott. A Munkáspárt elnöke Türmer Gyula is leadta szavazatát. Voksolt Fekete Győr András, a Momentum mozgalom elnöke, Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP lista vezetője, Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, és Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke és lista vezetője. A magyar külképviseletek mindegyikén leadhatják ma voksukat a magyar állampolgárok, de emellett a konzulátusokon is megszervezték az európai parlamenti választásokra beérkező levélszavazatok leadását. A belgrádi magyar nagykövetségen is reggel 6 órakor nyílt meg a szavazóhelyiség. Rajsli Emese a délelőtti órákban adta le szavazatát a belgrádi magyar nagykövetségen. A kettős állampolgárságú asszony magyarországi lakcímmel rendelkezik, de már huzamosabb ideje Újvidéken tartózkodik. Belgrádban kérelmezte a választói névjegyzékbe való felvételét, ugyanis fontosnak tartja a választásokon való részvételt. Én nekem van két nagy gyerekem, és őnekik magyarázom most azt éppen, hogyha az ember nem szavaz, akkor másra bízza azt, hogy döntsön a sorsáról. Tehát fontos az, hogy hát én magyar állampolgár is vagyok, fontos az, hogy mi történik az országban és az Európai Unióban. A nagykövetségre több csoport is érkezett a délelőtt folyamán. Egy Magyarországról érkező társaság a délvidéki körútját szakította meg a voksolás miatt. Ez egy baráti társaság, mert régóta szoktunk kirándulni együtt, és pont most így jött ki az idő ütemezés, hogy éppen Belgrádban vagyunk, amikor a szavazás történik. Nem érnénk vissza Budapestre időben, ezért aztán kértük, hogy itt szavazhassunk. A belgrádi magyar nagykövetségre bejelentkezett szavazók többsége már a délelőtti órákban leadta a voksát. A választói névjegyzékben 112-en kérték felvételüket, ebből délelőtt 10 óráig 60-an már megjelentek és leadták szavazatukat. A szavazás rendben zajlik, rendkívüli esemény nem történt. A választások eredményét leghamarabb éjjel 11 órakor teszi közzé a Nemzeti Választási Iroda. Megérkeztek a legfrissebb hírek. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 37,6%-a adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A fővárosban a szavazók 44,1%-a 579.064 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig. A megyék közül a részvételi arány 17 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 41,5%, ami 85.193 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Ó megye, Hajdú-Bihar megye, 31,3%, ebben a megyében 134.196-an voksoltak. A 2004-es EP választáson 17 óráig a választásra jogosultak 32,25%-a szavazott. A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai fél hét után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.
Vasárnap Magyarország mellett további 20 nemzet választ képviselőket, összesen 751 európai parlamenti képviselőt választanak meg az Unió 28 tagországában, Nagy-Britanniát is beleértve, május 23-a és 26-a között. A 2019-es európai parlamenti választás már csütörtökön megkezdődött az Egyesült Királyságban és Hollandiában. Pénteken Írországban bonyolították le az EP választást, szombaton Szlovákiában, Lettországban és Máltán. Csehországban két napig voksoltak, tegnap és tegnap előtt. Az Unióban csaknem 430 millió szavazópolgárt regisztráltak. Az uniós választás a legtömegesebb az indiai után. A legutóbbi 2014-es választásokon 43%-os volt az európai részvételi arány. Ma Magyarország mellett további 20 uniós országban választanak EP képviselőket, több európai képviselőcsoport is csúcsjelöltet állított. Manfred Weber, a Jobb-Közép-Európai Néppárt lista és frakcióvezetője és felesége ma adta le voksát Németországban, Wildenbergben. Az Európai Néppárt csúcsjelöltje rövid sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a legfontosabb motiválni Európa polgárait, hogy éljenek szavazati jogukkal és döntsenek Európa jövőjéről. Kiemelte, a mai nap fontos dátum az európaiak számára. For a Europe of stability, for a Europe of strong, with a strong unity inside, and with an ambitious Europe for the future, that we can show the world that we are united and have a good idea for partnership on all the global level. That is what we fought for, and now it's up to the citizen to decide, about the voters to decide about the direction. It's a great day of democracy. It's a great day of for the future of the European Union, and let's see. Leadta voksát az Európai Szocialisták pártja csúcsjelöltje Frans Timmermans. Haarlemben, Hollandiában szavazott. Az 56 éves holland politikus jelenleg az Európai Bizottság első számú alelnöke. Rövid sajtótájékoztatójában elmondta, az első, amivel foglalkozni kell, az a klímaváltozás. Véleménye szerint semmi sem égetőbb és fontosabb kérdés. Erre kell az Európai Uniónak hangsúlyt fektetnie. Minden más megoldandó problémának ezzel a témával kell kapcsolatosnak lennie. I think the Commission President should himself take charge of the fight against the climate crisis. He should also be very much involved in creating a social Europe, making sure that big companies finally start paying taxes all across the European Union, and keeping everything and everyone together. That is the most important issue for the next years. Ma este ismertek lesznek az uniós választások eredményei, de mi várható ezután? Nos, majd kedden reggel a pártcsoportok vezetői a választási eredmények ismeretében azonnal megkezdik az egyeztetést a bejutott pártokkal. Sőt, már kedden délután összeülhetnek a tagállamok állam és kormányfői Brüsszelben, hogy egy csúcs találkozó keretében kiderüljön, mely pártcsaládnak vagy koalíciónak lehet első körben esélye jelöltet állítani az Európai Bizottság élére. Az egyezkedés várhatóan június első felében is tart majd. A hivatalos uniós csúcsot június 20-21-én rendezik. Ideális esetben ekkor születhet döntés az Európai Bizottság elnöke, az Európai Központi Bank vezetője, a külügyi főbiztos és magát a tanácsot vezető elnök személyéről. Július elején tartják az új Európai Parlament alakuló ülését, melyen megválaszthatják annak új elnökét. Július közepén ismét összeül a parlament. Ez a legkorábbi időpont, amikor megválaszthatják az Európai Bizottság új elnökét. Szerbia legelkötelezettebb barátja Magyarország, mondta Semjén Zsolt vasárnap a kívülről felújított Szentendrei Szerb Ortodox Székesegyházban. A miniszterelnök helyettes hozzátette, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy Szerbia előnyös Európai Uniós csatlakozási szerződést köthessen. Kitért arra is, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási listáján szerepel egy szerb állampolgár, aki nem csak a szerbiai magyarságot, hanem Szerbiát és Szerbia uniós csatlakozását is képviselni fogja az Európai Parlamentben. A Szent Liturgiát Irinej pátriárka, a szerb ortodox egyház vezetője celebrálta. A pátriárka példaértékűnek nevezte a két ország kapcsolatát. Elkezdődött a Szabadkát elkerülő Y-ág utolsó szakaszának aszfaltozása, jelentette be a szerbiai építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési minisztérium. A Zombori úti körforgalmi útkereszteződéstől a kelebiai határátkelőhelyig vezető mintegy 1500 méteres szakaszt aszfaltozzák. A munkálatokon 80 munkás, több mint 60 munkagéppel dolgozik a hónap végéig, akkorra várható ugyanis a munkálatok befejezése. A 24 kilométeres Y-ág teljes befejezése
befejezéséig még 12 km kiépítése maradt hátra az egyes szektoron. Az egyes szektoron végzendő munkálatok összértéke 1,18 milliárd dinár, a kivitelező pedig a Vojput. Reális a becslés, miszerint a következő 4 évben Szerbia gazdasága akár 20%-os növekedést is produkálhat, mondta a szerbiai költségvetési tanács elnöke. Pavle Petrovic úgy véli, az ilyen arányú növekedés akkor érhető el, ha 5%-ponttal növekednek a beruházások, vagyis ha azok a társadalmi össztermék 18%-áról 23%-ára emelkednek. A csökkenő államadósság alapvetően kisebb kamatokat kellene, hogy hozzon az állam és a magánszektor számára is, aminek jótékony hatással kellene lennie a gazdasági növekedésre, mondta Petrovic. Hozzátette, szerinte most volt a legnagyobb összhang a Nemzetközi Valuta Alap, a kormány és a Költségvetési Tanács álláspontja között az ország legfontosabb témáiról. Most nézzük, mivel foglalkozunk még hírműsorunk folytatásában. Falunapot ünnepelt Bácskosút falva. Felsorakoztak a környék borai a palicsi bornapokon. Előtte azonban még egy kicsit a választásokkal foglalkozunk. Dóró Alen kollégám Szófiában tartózkodik, hozzá kapcsolunk most. Szervusz Alen, milyen adatokat tudsz velünk közölni Szófiából? Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket innen a bolgár fővárosból, Szófiából. Nos, a mai nap itt Bulgáriában is az európai parlamenti választásokról szól, azonban valamennyivel kevesebben járultak eddig az urnákhoz, mint 5 évvel ezelőtt. Legfrissebb adataim azok még a délután egy órási adatok, amelyet közöltek, ugyanis 15%-nyi szavazópolgár járult egyelőre csak az urnákhoz, 5 évvel ezelőtt pedig ez 19% volt. De nézzük akkor, hogy milyen pártok is az esélyesek arra, hogy bejussanak az Európai Parlamentbe. Most összesen 17 mandátum kerülhet be innen Bulgáriából. Az első számú favorit a GERB, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért. Ő nekik 6 mandátumuk lesz, és mintegy 30-32%-ot jósolnak nekik itt a szavazásokon, és ugyanennyit várhat majd a BSP is, tehát 6 mandátum nekik is, 30-32%, illetve a török kisebbségi pártnak lesz még majd 4 mandátuma az előrejelzések szerint, ők mintegy 13-15%-nyi szavazatot kaphatnak majd, illetve a nacionalista koalíciónak is van valamilyen esélye, hogy bejusson az Európai Parlamentbe, ők éppen a küszöbön állnak, amely 6%, tehát nekik is lehet, hogy lesz majd 1 mandátumuk. És amit még tudni kell a szavazásról, nem csak személyesen lehet papíron leadni a szavazatokat, hanem gépi szavazás is van, amely újdonságnak számít. 3300 ilyen gépet állítottak fel országszerte. Ez már korábban is volt, de akkor csak próbaüzemmódban, akkor 100 gép volt. Ettől azt várják, hogy kevesebb lesz majd a csalási lehetőség. Egyébként információink szerint a mai nap a voksolás itt Bulgáriában rendben zajlott. Voltak kisebb szabálysértések, azonban nagyobb rendbontás nem történt. Amit mondtam, este 8 óráig lehet szavazni. Itt azonban nem közép-európai idő van, hanem 1 órával előbb járunk, úgyhogy közép-európai idő szerint itt is este 7 órakor zárnak majd az urnák, eredmények pedig este 11 óráig itt sem leszek. Alennek Szófiából köszönjük szépen! Magyarország egyik legnagyobb agrárgép showját rendezték meg Mezőfalván. A világviszonylatban is ismert gépek mellett a kisebb gyártmányú mezőgépeket is bemutatták, valamint a termesztés technológiai újdonságokról is kaptak ismertetőt az egybegyűltek. A rendezvényt vajdasági gazdák rendszeresen látogatják. A korszerű gépeket munka közben is megtekintették az érdeklődők. Precíz gazdálkodásra rá kell térnünk mindnyájunknak. Ez nem úgy egy napról a másikra, azt mondja, ez egy 10 éves program. De hát, ha hatékony termelést akarunk folytatni, akkor természetesen ilyen modernabb gépeket tudjuk elérni. Az időjárási viszonyok változásával és a költséghatékonyságra való törekvéssel a talaj megmunkálás módja is változik. Az innovatív technológia elengedhetetlen része a versenyképes gazdálkodásnak, és a rengeteg munka mellett fontos szakítani időt az ilyen eseményekre is, hiszen ekkor tudunk találkozni az új technológiákkal, és ekkor tudjuk ezeket megismerni.
A kétnapos rendezvényt több ezer kárpát-medencei gazda látogatta meg. Az itthoni termelők a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében jutottak el a gépsóra. Vajdaságban is egyre több lehetőség van a pályázatok útján beszerzett gépekre, eszközökre. Ilyen helyeken látják azt, hogy dolgoznak a valóságban is az a gépek, tehát nem csak egy katalógust vagy interneten keresztül látják és olvashatnak utána, hanem szemtől szembe munkaközben is meg tudják szemlélni az épp aktuális eszközt. Az expót a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezte. A gyakorlat mutat meg mindent, hiszen a gyakorlat eredményéből lesz az a termék, amit a fogyasztó asztalára teszünk. És továbbra is egészséges élelmiszereket kell a fogyasztók asztalára tenni, hiszen ez pedig a jövő nemzedéknek, az egészségének az alapja. A mezőfalvi gazdanapon a termesztés technológiai újdonságok mellett a gazdák a szakmabeliektől tanácsot is kérhettek a profitorientált termelés megalapozásához. Madár Anikó, Szerda Zsófia, Nagyfarkas Tudás Erika és Kókai Zsolt munkája bizonyult legjobbnak az idei közegellenállás riportpályázaton. A Padéi Takács Rafael magyar kultúrkör Keszék Károly újságíró a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére 20. alkalommal hirdette meg a közegellenállás című riportpályázatot. A mostani pedig azért különleges, mert ez fölkéréses volt. Tehát fölkértük azokat, akik az eddigi 19 pályázaton díjazottak voltak, a első, második, harmadik és külön díjasok, hogy jelentkezzenek és írjanak erre a pályázatra. A beérkezett 12 pályaművet háromtagú szakmai zsűri értékelte. A riport pályázatnál figyelembe vettük, hogy a műfajnak megfelelőek-e az írások. A téma földolgozása megfelel annak a szellemiségnek, amely Keszék Károlyhoz és ahhoz a sajtó munkás csoporthoz kapcsolódott, akik a 90-es években indultak egy olyan irányba, amely úgy gondoltuk, hogy akkor jó. A naplókör, az akkori naplókör tevékenységét fémjelezte, hogy annak a szellemiségnek megfelelnek ezek az írások, és azt is megnéztük, hogy a mai kort miként tükrözik ezek vissza. Szerda Zsófia Bábeli Bébik című riportjában a kétnyelvűség előnyeit és hátrányait kutatta fel. És azt gondolom, hogy ez egy fontos téma, különösen Vajdaságban, de nem csak itt, hiszen mi egy kétnyelvű közegben, többnyelvű közegben növünk fel, és nagyon sok olyan fiatalral találkozom, aki olyan kisfaluból, kisvárosból érkezik, hogy még szerbül se szükséges beszélnie, és szerbül sem tud. És azt gondolom, hogy ha már adatott nekünk ez a szerencsés helyzet, mert szerintem szerencsés, akkor igenis meg kell tanulnunk több nyelven beszélni. Itt most az angol, németet, különböző idegen nyelveket már nem is mondom, de legalább két nyelven illik nagyon magas szinten beszélni. Madár Anikó a 20. közegellenállás riportpályázat első helyezettje az elvándorlás témakörét választotta. Azoknak a nagymamáknak és nagytatáknak a szemszögéből világítottam meg ezt a témát, akik itthon maradnak, egyedül töltik a mindennapjaikat, a gyerekeik, az unokáik nélkül. És még egy külön érdekessége, vagy hát súlyossága, drámaisága van ennek a szempontnak az, hogy az unokák és a nagyszülők sokszor már nem is értik egymás nyelvét, és így nagyon fontos családi kapcsolattól fosztja meg őket az élet. Az ünnepi programsorozat hagyományosan gyászmisével és Keszék Károly sírjának megkoszorúzásával vette kezdetét. Ezt követően pedig átadták a helyi kultúrkör felújított épületét is. Hát a falu számára, mi különösen a magyarok számára ez egy kiemelkedő esemény, a Takács Rafael Magyar Kultúrkörnek az év legnagyobb eseménye. Van sok programunk, évi 10-15, az utóbbi időben, főleg az elmúlt 4-5 évben, amit a fiatalítottuk a vezetőséget, de 20 éve már a Keszék Nap a mérvadó, amiben nem szabad engednünk sosem. A művelődési műsorral egybekötött díjkiosztó után a szervezők élőzenével és állófogadással kedveskedtek a résztvevőknek. Néprajzi gyűjtéseket, képzőművészeti alkotásokat és mesemondást értékelt a zsűri a 25. Kálmány Lajos népmesemondó versenyen Zentán. Az eseményre Vajdaság minden részéről érkeztek versenyzők. 85 mesemondó és 5 gyűjtő mutatkozott be a Kálmány Lajos népmesemondó verseny döntőjében Zentán. Én egy ilyen Mátyás királyos mesét választottam, ezt az Egyszer volt Budán kutyavásárt,
és úgy emlékszem, hogy 4 éves korom óta mesélek. Idén is meghirdették a mese illusztrációs rajzpályázatot. Varga Balázs rajza lett a legjobb, ezt választották a rendezvény plakátjának. Olajpasztel, ilyen zsírkréta félét, meg le volt festve kék tussal lap, és fogpiszkálóval belekapartam a rajzot. A verseny nem csak a gyerekeké, felnőttek is elindulhattak rajta. Kezdettől kifejezetten a népmese műfajára koncentrál, és azért is mondtam, hogy komplex verseny, mert hogy mese illusztrációkat is kérnek, és néprajzi kategória is van. Juhász Lassú Kornélia szervező szerint a mesemondó verseny rengeteget fejlődött az elmúlt években, és bővült is a paletta. Jubiláló versenyünket 25. alkalommal szerveztük meg idén, tehát 25 évesek lettünk, hiszen első alkalommal 1994-ben szervezték meg az akkori könyvtáros kollégák itt Zentán a Városi Könyvtárban. Akkor még csak mesemondók mérték összetudásukat. A népmesemondó versenyen kiosztották a Cérna Miklós emlékdíjat is. A díjátadón Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és Gombár Szeréna, szabadkai magyar konzul is részt vett. Falunapot ünnepelt Bácskosútfalva. A több héten át zajló sport és kulturális események után szombaton kiosztották a falu elismeréseit. A falu díjat a 70 éve működő nyugdíjas egyesület kapta. Délután grillpartit tartottak, majd művelődési műsor következett. A falunapi díjátadót a Juhász Bálteremben tartották. Bácskosútfalva köszönő levelét kapta az Iris Virágkedvelő és Környezetvédő Egyesület, valamint Pecsenka László a közösségért végzett munkájáért. Falu plakettel díjazták Tóth Erika óvónőt, Nagy Zoltán fotokrónikást és Lestár Antonovics Karolina tanítónőt és néptáncoktatót. A falu díjat a 70 éves nyugdíjas egyesület kapta. A lakosságból én úgy tudom, hogy olyan 1000 nyugdíjas van, nálunk vannak olyan 480-an, abból is aktív olyan 30-40 személyt tudok mondani, akik rendszeresen bejárnak kártyázni, sportolni. Na most a sportot azt úgy kell elképzelni, hogy van pikádó, lengőteke és korongdobás, tehát ilyen nyugdíjas módra, de nem csak az, hogy sportolnak, hanem egy kicsit kikapcsolódnak, beszélgetnek, és jól érzik magukat. Benépesült a Kossuth Park. Családi baráti társaságok, civil szervezetek, munkaközösségek sütöttek együtt a már hagyományossá vált falunapi grillpartin. Sercegett a tárcsákon, rostélyokon a hamburger, a kolbász és a szalonna. Vidám hangulatban készültek a finomságok. Ilyenkor a falu megmozdul, hál' Istennek szép időnk van, úgyhogy mindenki boldog, mindenki eszeget, iszogat, tehát jó érzi magát. Gyerekek játszanak, itt van a játszótér, mindenkinek ez szép és jó. A több héten át zajló falunapi programsorozat megkoronázása a május utolsó szombatján megtartott ünnepség. 233 esztendeje népesült be újra Bácskosútfalva. Azok a civil szervezetek, amelyek a falunap program keretein belül valamilyen műsorral fellépnek, valamilyen aktivitást fejtenek ki, ezeknek mi anyagi javakat biztosítunk ezeknek a programoknak, műsoroknak a megszervezésére. Viszont nem maradhat el egy falunap egy grill party nélkül, amit 4 éve vezettünk be, és lassan gyűlik a nép, megkapják a sütnivalójukat, 930 személyre biztosítottunk sütnivalót. A grillpartin résztvevők jelképes hozzájárulásaiból és a Teke Klub versenyének részvételi díjaiból összegyűlt csaknem 50 ezer dinárt a helyi általános iskolának adományozták. Az ünnepség gazdag zenés, táncos, verses műsorában felléptek a Bácskosútfalvi Művelődési Központ csoportjai és az oktatási intézmények növendékei. Tegnap véget ért a Palicsi Bornapok esemény folyama, amelyhez idén is csatlakozott a Palicsi Magyar Sokadalom és a Folk Music Fest. A Vigadó és a Nyári Színpad egész nap várta a látogatókat. A Korinda együttes fellépése mellett még számtalan más programmal várták az érdeklődőket Palicsot, a Magyar Sokadalmon, illetve a Folk Music Festen, de nem csak ez volt a napfénypontja. A bornapokra a környékbeli borászok hozták el nedűiket. Bíró Nándor nem tért üres kézzel haza Horgosra.
kaptam aranyérmet a Merlóra, ez is tett. 3-4 érmet kaptam most a máma itten, de viszont Horgoson most megyünk, mert ott is van az ünnepség, ahol szintén nagyon jó eredményeket sikerült elérni. A Kárpát-medencei népzenei találkozóra a felvidéki Nyitráról is érkeztek résztvevők. Ez a társulat 8 falu hagyományőrzőiből áll, és több mint 60 szereplője van. Mi 35-en jöttünk most. A szabadtéri színpadon néptánc együttesek vonultak fel. Ezt követően a Szegedi Bábszínház műsora várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt, este pedig elkezdődött a népzenei kavalkád. A Korinda zenekar Szegedről látogatott el Palicsra. Elképesztő ez a helyszín, nagyon jó ez a helyszín. Igazából el kell, hogy mondjam, hogy gyakran járunk Palicsra, mert mi személy szerint családdal, meg barátokkal. Brezovszky Tamara, a Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület elnöke büszkén tekintett vissza az előző két nap eseményeire. Lélekmelengető, megindító és fölemelő, attól függetlenül, hogy tényleg az ember néha úgy érzi szervezés közben és munka közben a nap folyamán, hogy most már tényleg nem tudom, hogy lesz tovább, vagy hogy bírjuk tovább. Az estet és a programsorozatot a Szabadkai Juhász és a Duhaj zenekar zárta. Dél-koreai trailer kapta az Aranypálmát a 72. Cannes-i fesztiválon. Az Élősködők című komikus trailer egy munkanélküli családról szól. A film rendezője Bong Joon-ho 10 évnyi nemzetközi kitérő után forgatott ismét a hazájában, és ennek eredményeként egy tőle megszokott hangvételű, besorolhatatlan, szociális tragikomédiát készített. Az Élősködők egy feszes történetvezetésű és izgalmas thriller formájában egy mély családi drámát mesél el, és mutatja meg a szociális egyenlőtlenségek okoztat társadalmi erőszakot. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésben volt részünk a mai napon. A jövő héten is marad a meleg idő, de több helyen zivatar is előfordulhat. Hétfőn megélénkül a déli szél, helyenként enyhe csapadék is előfordulhat. Kedden egy mediterrán ciklon hatására térségünkben számítani kell záporokra és zivatarokra. Többfelé heves viharok és jégeső is várható, viharos szél kíséretében. A hét közepén is folytatódik az esős idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 19 és 26 fok között várható. Csütörtökön azonban egy kisebb lehűlésre számíthatunk, az ég felhős lesz és több helyen csapadék is várható. A nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között alakulhat. Kikapott Janko Tipszerevic a Roland Garros első fordulójában, a szerb teniszezőt a bolgár Grigor Dimitrov 5 játszmában 3-2-re múlta felül a francia nemzetközi teniszbajnokság nyitókörében. A pályán hatalmas küzdelem zajlott, az első két játszmát Dimitrov nyerte meg 6-3-6-0-ra. A harmadik játszmában Tipszerevic bizonyult jobbnak 6-3-ra. A negyedik játszmát rövidítésben húzta be a szerb teniszező, így pedig 2-2-re módosult az állás. A mindent eldöntő játszmában 6-4-jel Dimitrov bizonyult jobbnak, és ezzel beállította a 3-2-es végeredményt, amely búcsúztatta a szerb teniszezőt. Az entai Győre László a spanyol Albert Vilmos Ramos Vinolas ellen lép pályára. Ivana Jorovic is pályára lép a francia nemzetközi teniszbajnokságon. A szerb teniszező az amerikai Jennifer Bradyvel mérkőzik meg 18 óra 30 perctől. A több mint 42 millió euró özdíjazású francia nemzetközi teniszbajnokság június 10-én ér véget. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Ma választásokat tartanak Európa szerte, az uniós tagállamokban szavaznak az Európai Parlament képviselőire, így Magyarországon is. Szabadkán és Belgrádban is leadhatóak a szavazatok és a levélszavazatok is. Aszfaltozzák a Szabadkát elkerülő Y-ág utolsó szakaszát. Elkezdődött a Roland Garros Párizsban.
Köszönjük szépen a figyelmüket, további friss hírekért és információkért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol a riportjainkat is visszanézhetik. Mit tegyünk abban az esetben, amikor az ismerősünk nem viszonozza a köszönésünket? Többek között erre a kérdésre keresnek választ holnap a Pannon reggeli műsorvezetői. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában azzal is foglalkoznak, hogy Vajdaságban az idei tanévben 1629 magyar ajkú 8-ost érint a pályaválasztás. Itt a Pannon Televízióban most következik a vitrás, amelyben szó lesz a Szabadkai Népszínház új bemutatójáról is. Ma este 8 órakor, 10 órakor és éjfélkor is élő híradóval jelentkezünk, egyebek mellett friss EP választási hírekkel. Tartsanak velünk, viszontlátásra!